Лишь на свекло и сроги. Budapesti zsidóság életében 80 éve nem fordult elő ilyen esemény, nevezetesen az, hogy a zsinagóga kinője a rendelkezésére álló teret. A mi közösségünk gyarapodott létszámban, programokban, döntött, megvalósított, és most eljutottunk a megnyitóig. Se lagak júdém jövő, vén medú al toha, ela gam lo júdém jövő a bájt az Via kérú otánu, mert a háme júdém ikaró. Én kívánom nektek, hogy ez az épület ne csak egy imaház, ne csak egy zsinagóga legyen, hanem legyen egy kulturális központ is. Zsidók és nem zsidók egymásra találjanak itt egy szebb, boldogabb jövőjét. A zsinagóga, ahogy elhangzott, sokkal több, mint egy épület vagy egy egyszerű imahely. Egy jelkép, egy olyan jelkép a közösségnek, a közös hitnek és az összetartozásnak is egyúttal. Oktat, nevel, szervezi és gazdagítja a híveknek az életét. Kultúrát, értéket, valódi emberséget közvetít mindjárt számára. Az építők a tanuló emberek, akik a világ építése foglalkoznak. Legyetek ti is építők! Legyünk mi is építők, közösen, így belépünk ide ebbe az imaterembe, vagy bármelyik más zsinagógába, vagy bármelyik más templomba, építsünk. A világ építéssel foglalkozunk, a világ tökéletesítésén. Sok egyéni gondolat kellene, és reméljük azt, az épület egy közös gondolattal formál bennünket. Közösségi élet, tanulás, kedvenc zsibongó gyerekek, ezek csak is együtt, így együtt, egymástól elválaszthatatlanul hozhatják meg a zsibongó életet, itt fenn az imateremben. Van az ember, a gondolkodó ember, van a hit, van a lelkesedés, és van a közösség. És mindez összefogja, hogy van kommunikáció, kapcsolat, az az emberek egymás szemébe néznek. Ez a legelső célunk. Közösségünk egyidejűleg tartja őseink hitét, része az európai kultúrának, képviseli a modernizmust, és kötődik Izraelhez. Imádkozzunk együtt, hogy ez az esztendő is a jó üzeneteknek az éve lesz. Nekünk itt Magyarországon, Izraelbe, Izrael népének. És természetesen az egész világnak egy békés esztendője. Magadnak is olyat készíts, hogy mindenkinek jó. Mindenkinek olyat készítsél, aminek te is örülnél. Ennyi.